A szociáldemokrata a kormány bírálatára szorítkozott tegnap esti nyilatkozatában Klaus Johannis államelnök, noha mindenki azt várta, hogy közölni fogja, mit szándékozik tenni a vezetők nélkül maradt minisztériumok ügyében. Jó csin miniszterelnök még aznap éles hangú választ fogalmazott meg. Guvernul PSD a, a făcut mult rău româniei și ar fi trebuit să plece de mult ezt mondta Klaus Johannis államfő a jelenlegi kormánypártról, amelyet a novemberi elnökválasztáson a legnagyobb ellenfelének tart. Az államfő a Karakali tragédia kapcsán egyes állami intézmények súlyos hiányosságaira irányította a figyelmet, a történtekért nem csupán a szociáldemokrata kormány tette felelőssé, de azt is állította, hogy azóta sem tett semmit a kabinet a javítás érdekében. Ahogy már számtalanszor megmutatta, a PCD szakértő a dolgok elodázásában, abban bízva, hogy az emberek elfelejtik, hogy kié is tulajdonképpen a felelősség. Ma azt tapasztaljuk, hogy mindenáron ragaszkodnak a hatalomhoz. A költségvetés kapcsán az évelején általam megfogalmazott aggodalmak sajnos beigazolódtak. Nagy beruházások nincsenek, kórházak, autópályák nem épülnek. A PCD nem foglalkozik ezekkel az embereket érdeklő kérdésekkel, csupán hatalma megtartásával, ehhez pedig tisztségeket árusít ki. Tőle szokatlanul éles hangvételben válaszolt az államfő bírálatára Viorika Döncsül a miniszterelnök, aki egyrészt bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak a miniszterek kinevezésének az odázgatása miatt, másrészt Klaus Johannis tette felelőssé azért, mert egyes intézkedések késtek, többek között amiatt, mert nem hívta össze időben a legfelső védelmi tanácsot. Singura preocupare. Johannes elnök elnökjelölt egyetlen foglalkozása a kormány támadása, miközben elfelejti, hogy ő maga is a végrehajtó hatalom része és egyenlő mértékben felelős. Nem annak az államnak van szüksége újraindításra, amelynek az elnöki tisztségében tetszeleg, hanem Romániának új elnökre van szüksége. Úgy beszél a hatalomról, hogy elfelejti, ő maga öt éve van hatalmon. Viorica Döncsülő úgy vélte, az alkotmánybírósági döntések lojális együttműködést írnak elő az állami intézmények között, ezt azonban Klaus Johannis figyelmen kívül hagyja. A miniszterelnök kifejtette, Románia az egyensúlyvesztés és bizonytalanság állapotába került, és ezt a helyzetet az államfő felelőtlen és önző magatartása idézte elő.